Az Európai Unió 25 millió eurós humanitárius aknamentesítési programot indít Ukrajnában, számolt be róla Denis Smihál ukrán miniszterelnök Josep Borrell-lel az Európai Bizottság alelnökével folytatott megbeszélése után. A kormányfő köszönetet mondott az EU-nak és az alelnöknek az Európai Békefenntartási Alap költségvetésének 2 milliárd euróval való megemeléséért és az EU területén folyó ukrán hadsereg kiképzési missziójáért is. A miniszterelnök emellett sürgette az európai partnereket, hogy a lehető leghamarabb vezessék be a 10. szankciós csomagot Oroszországgal szemben. Mindeközben Oleksii Reznikov és Sébastien Lecornu, Ukrajna és Franciaország védelmi miniszterei, valamint a Thales Group képviselője memorandumot írtak alá MG-200-as radarok szállításáról az ukrán légvédelem számára, közölte az ukrán védelmi tárca vezetője Twitteren. Elmondása szerint ez a berendezés segít az ukrán hadseregnek felfedni az ellenség drónjait és rakétáit.